tetszik, kéjutatáshoz is jelentkezni. Most is szó! Magának kell rakodni. Szóval, te akarsz lépni a légióba? Felbúgy kérek. Tudod, hogy ki vagyok én? Én vagyok a Lioni tőr. Te tőr vagy? Én vagyok. Rény? Milyen rény? Rény kíváncsi, hogy te milyen tőr vagy. 5 évvel ezelőtt az összes világlapok írtak róla. Te voltál az a tőr? 30 méter hosszú vigyálatok az angoltaúba. Hogy összementél? Nekem 138 áldozatom volt. Mennyire van az? 6 hónap alatt. Lusta nem voltál. És ez volt 5 évvel ezelőtt az országos rekord. De miért nézd a légióba? Hát az eset délelőtt 12 órakor kezdődött a Rumba utcába. Hol van az az utca? A Síp utca meg a Kadint utca között. Ott jött utánam a kiputau fiú, hogy Kucsera, a társam, megtökkett a pénztáramat, meg a feleségemet. Látod, minden dolognak megvan a jó oldalai, meg a rossz. Már a holnapra, szegény ember lettem, megkívántam a nagyvilágnak, gondoltam, megkeresem Kucserát, vagy a szerencsémet, de nem találtam őket. Így kerültem Afrikába. No, de nem értem. Létről törnyem és hallgass végig. Itt Algérba ügynököltem egy darabig, de most bajom lett a rendőrsége. Szóra pozottam. Mi köze ez a rendőrsége? Elfelejtettem, hogy mi a neve. Ott eszembe jutott egy másik. No, picsett baj. Hát az ember látok hamisít alá, hogy ne. Itt így van, detektív, a kapverőt azt mondja. Ha beléptek a légióba, semmi dolgunk vele. Gondoltam egy jobb. Mám az ember. Légionista, holnap meg laudionista. Jobban tetszett volna, hogyha belépsz a, mész a börtönbe. Én ismerem a légiót. Én meg a börtön. Sok volt, nem a reddik a másiknak. Erre készülve rá, hogy el fognak küldeni a darabok közé, Marokkóba. Hát ez így volt Pesten is. Elküldtek a rabok közé a Markóba. De az őrmester egy goromba állat. Mondd csak, ha az ember rosszul érzi magát, azt mondja beteg, hogy hirtelen lefekszik a földre. Azt feküdhet a homlokba? Nem úr, a beteget is strandolhatnak. Én meg nem hoztam fürdőbe kárt magamban. Mondd te, kegyeződ neki. Hát persze. Akkor oké. Szervusz kérlek. Hogy vagy? Újabb? Tudod, ki vagyok? A dupás, nem? Egy hivatos vagyok. A bőrmester vagyok. Nagyon örülök, részemről a közlegény. Hát ő, mi újság van a gyakorlók élet? Meg van az anya, akkor de ősöket hagyjuk ki a játék. De, ne kukorítál. Ha így viselked, még holnap elküldenek Indokínába. Na, hol a lehet? Az nincs a családban. Ha ezt munkába veszem. Tudod te mi az a kikötés? Már hogy ne tudnám. Például, vagy lehet nőt felhozni, vagy kilépek. Ez egy kikötés. Hát egyet mondod neked. Neked ebben a bottal meg kell ismerkedni. Bokker vagyok, mondja, mikor? Megkedni, mikor fogunk? Hát csak egyet mondok neked. Öltöd be, utána majd tárgyalunk. Amit már most mondhatok neked, hogy az ilyen frátereket Indokínába küldöm 5 hónapra Tereháton. 5 perc? Hát ne mondja neked! Nincs olyan te van éknek a hátán, én 5 percig ülve maradok. Hát én egy körbefukkos kevérül esek. Ha én azt mondom, hogy ülve marad, ülve marad! Kérem szépen, ha maga tud beszélni a tevével... Hogy erőtöttél? Erre van a divattalon. Nem csak a
ismertelen Kráter, életemben nem láttam. Maga, hogy ki készítem én. Hölgy, nem volt még? Még nem. Pont most kell emelnek az ezredesnek is. Parádatosan jelentem egy ügyöpont is. Kivel a civilt elengedni? Parádatos jelentem, a káprár úr mondta, hogy az ő felelősséggel be lehet engedni. Mivel, hogy a zörvester ura van dolga. Figyelj, ha itt lesz az ezredes, tegnap előtt ismét járt nálunk. Én?
Szegény zsűrőmester elküldték a Szaharába egy büntetőországba utat építeni. Valami dolog? Nincs sok idő. Ide hallgass. A külföldi újságok nagy álmát csináltak, hogy az őmesterek a régióban varázsálkodnak. Állati módon bánnak az emberekkel. Éj! Hát úgy bánok vele, mint az fel gyermekeimmel. Hát te ismered az egy dalmusomat? Figyelj! Az ezredes a bizalmi emberei civil ruhában előre küldik. A bizalmi ember felveteti magát újoncnak. Ez történt Zsüller is. Reggel jött egy újonc, szemtelenül beszélt az önmesterrel, hordta, felfogotta. Erre este megjött az ezredes, kiderült, hogy az újonc egy árulás főhadnak. Az önmester meg elküldték a büntetőosztagon a Szaharából. Szent Isten, végre! Most értem! Kivoltad a szemtelen fráter a velünk, és én is olyan korombán, ahogy váltam vele. Végyem! Biztos a nő volt! Mindjárt a telefon bejelentés után jött. Megyek le, hogy itt találjam! Ebben jó bele, Márta! Nem megy innen! Magához vágom a szélasszát, adottam! Az újjadnak után legyél ki! Megyél innen! Ne jöjjön rá, már rúgok! A kényszer megerít 11-et! De, édes fiam! Hát ez a szabály a régióban, az újjadot meg kell nyílni! Őmesterké! Maga még nem látta, hogy én milyen dzsungja vagyok, kopaszol! Hát pedig a legyél magisnek a csatába eltud az ellenség! Menjél innen! Na, hagyj, fiam! A tekerpedél életfiam kivételtetek! Mint egy más ember volna. Bognár vagyok. Vaj, az előbb itt volt az Iker testvérem. Hogy az milyen egy szemtelen parasz, megmondhatja neki. Én nem vagyok rossz ember. Erről megjelződik. Látod, én így bánok a legénységgel. Mondják, hogy veregeti őket. Hát. Én szeretném, ha jobban lennék. Érted? Ne. Hát, itt van 600 márka. Az kevés. Tudod, miért kapod? Nem, de kevés. Nem szól senkinek semmi. Rendben van? Naptúrás. Rendben van. De semmiről? Az külön 200 márka. És még szintják a régió. Én nagyon szeretném, ha jól éreznéd magad itt nálam. Hát kérlek szépen, tegetet legyenem túl. Hát nagyon akar teged. Te pito, te disznó, te állat, te. Köszönöm. Mondj csak, hogy állunk itt a nőkkel? Hát, ami a hölgyeket illeti, az az elég kölyök szám. Akkor pedig nem leszünk nagyon jó, ha megmondom. Én mindent elkövetek, hogy jól érez magad. Hallottok még valamit? Kérlek szépen, most van úgy 10-11. 11-re csináltak nekem egy rostélyost, jól megsütve, rossányivel. Meg vagyok észre? Meg lesz. Egyelőre meg vagyok elégedve. Most körülnézek az udvaron, hiába. Afrika nekem jó uga valahol. Csak beléptem a Szaharába, én már szerencsém van. Én is 40-et leküldök minden másra.
én, és mire égen döglenek a lovak, gazdag ember vagyok. De mit csináljak a káposztán? Itt ül. Ő hát ez magát jelent! Igen! Magát! Mi a? Ugye magát? Én más vagyok! Én csak hasonlítok! Jaj, hogy magam ilyen érdekes ember! Hát akkor engedje meg, hogy megfogjam a fokikáját! Szabítok vagyok, és kérlek, hogy
apró szíveséggel nem lehet olyan nagy bűnt lerogni. Szóval te itt, mint gabügynök vagy. Hé, őrmester! Gyere be! Mi a szabály civilekre? Én... Ne tartod! Hát azok mit van a kucsen? Az a szabály, hogy civil, ha ide belépett, nem mehet ki a kapu, és tagja lesz a légiónak. Hát kérem, amilyen zabütököt illet, az olyan szokás, hogy... Katonaságnál nincsen szokás, csak parancs. Ilyen egy rendes légióban nem fordul elő. Én nem tudok. Tudsz vagy nem tudsz? Ez az ember 5 percen belül nincsen beöltöztetve. Itt olyan ciribulit rendezek, amilyet a légió még nem látott. Gyere be, Engem az orvos elvűzött a háborúzott, elettek! Hagyjon! Én úgy jövődöm a légióban! Lesz itt rend! Jó napot! Magát a dörmester rendelte ide? Igen, már nagyon kíváncsi voltam magán. Mondja, igazad, hogy maga veri a nőket? Hát, ha pénzt kérnek. Ja, én úgy hallottam, hogy maga egy szuggesztív mámorban magra vagy az áldozatát, és ez behorcolja az erdőbe, mint egy szafír. Hát ez a bánbán. Második kék a paradicsom. Milyen vészed maga? De én nem így vagyok itt. Eddig Cilivel a bedben voltam, a négyes kíséreknél. Ki az a Belábert Cili? De akkor is ön maga, milyen vérszeg? Várjunk csak, kérem, itt a kűzéletnél vagyunk. Ó, hát nem tettem magának. De nem mondom, Desti, csak nem mondanám mindig félbeli iratokat. Tapasztalt itt reggel óta. Kérem szépen, rémes vér csak van. És pedig,
egy aurahosszával egyenlőbb rendelten egy rostélyos, egy mindig nem hozták. Hol? Rostélynivel. A mit érdek a gardérum? Különben megmondom a kiszolgálást, csapni valamit. Itt van szemben a konkurens régió, holnap átmegyek oda. Előbb ilyen ember. És öregem, a könyvelésben csak belenéztem, három csapni van. Hát maga a könyvethez is. A maga még nem hallott a híres Mautner Kutyera féle egyeséről. Két könyv a későn még mindig a Lipaut mezőn ül és tanulmányi. Ehhez képest a Dreyfusi csak jövedéki kihágás. Na ide figyelj, én most körüljárat itt azokat. Vissza fogok jönni ide legénységi blúz. Érti? Ne szóljon senkinek, hogy itt volt. Érti? Nem értem. Senkinek egy szót sem. Tényleg, addig a kész lett a rostélyos, jöhet tunkolni. Van itt dolog. Jaj, de kellemetlen! Egy órán belül
maga a és utazik. Indokinál. Haverkán, keve hátra vele, harmadosztályú kuppon utazzon. Kérem, ezre lett úr. Egy szót se. Csomagolja Holmia. Hátra van. Majd csinálunk mi itt rendet, mi? Mulatságos egy tisztó vagy hallgató. Bár egy kicsit több fegyelmet kellene tanulni. Akkor talán még lenne valami belőle itt a légióban. Aztán mondj csak, milyen tisztel? Örülj. Hát tényleg szépen, megismerkedtem itt egy nővel. Megcsalta vele a 48-as tűzhelyet. Ilyen ajánlom figyelmetbe. Ez az. De kösz neki! Ez a szerekkerikem! Hát, miért? Beszéljen! Ezre egy úrnak alázatosan jelentem, ez többre nem fog előfordulni.